Aranyév. Egy könyv, amely a zalaegerszegi futballklub történelmi évét dolgozza fel. Bóbics László szerzeménye arról a 2001-2002-es évadról szól, melynek végén történelme első és máig utolsó NB1-es bajnoki címét szerezte az ETE, és amely után a Bajnokok Ligája selejtezőjében 1-0-ra legyőzte a Manchester United csapatát. Az NSO TV is ott járt a könyv bemutatásán, ahogy az akkori csapat vezetőedzője, Bozsik Péter, és szinte az összes játékos, köztük Kocsárdi Gergely, Urbán Flórián, Kenesei Krisztián vagy Waltner Róbert. Amikor elindult a könyv, úgy gondoltam, hogy egy ilyen családias hangulatot raktunk össze. Aztán amikor kiderült, hogy a Szentáros Marikanének a telefonszámát a Bozsik Péter tudja, vagy a pályamunkás Mikiét szintén a Peti tudja, akkor rögtön kezdve már nem kellett azon gondolkodnom, hogy a családi hangulat könyvet kell csinálnom. A miniszterelnök úr a Putkai köszöntötte Megesszegen, és azra kezdte, hogy Poklárod is Béla. Tehát a magyar történelemben mindenki tudja ezt az eseményt, hát körülbelül olyan, mint a Nándorfehérvári Diadal, tehát körülbelül az Megesszegen így emlegetik ezt a mérkőzést. Amikor vége lett a meccsnek, mentem le a játékosok közé, és éppen jött velem szembe Becker. A liftajtó mellé értünk, az a nagy vas liftajtóba, ahogy focisták vagytok, tudjátok, biztos is egymásra megtettétek. Itt nem is kapjuk a új belerúgot. Amit mondott, az gondolom azt is sejti mindenki, hogy milyen boldog volt, hogy kikaptak egy magyar csapat. A mai napig szívesen gondolok én is vissza arra az élményre, amikor az átvonatozott, átszúrkolt éjszaka után visszaérkeztünk Zalaegerszegre, és szinte mindenkinek az volt az első mozzanat, hogy akkor a friss, ropogós és talán nagyon illatos nemzeti sportot megvegyük. Ez a mai napig ott van a legfontosabb futball ereklyék között. Egyértelműen életemnek mindenféleképpen mondhatom, hogy az egyik legmeghatározóbb emléke. A sport tekintetében egyértelműen, de még mondhatom, hogy a civil élet szempontjából is, hiszen mi aztán 7 évet itt éltünk Zalában, családostul, úgyhogy nagyon boldog időszak volt ez. Mindenkit elsodort egy picit az élet, mindenki máshol kereste a boldogulását. Én azt hiszem, hogy most azért egy-két telefonszámot be fogok írni a készülékembe, úgyhogy lehet, hogy szorosabbra fűzzük majd a kapcsolatot. Vasastól jöttem el, amikor a Zalaegerszeg megkeresett, és hát ugye a barátaim kérdezték, hogy mit akarsz te Zalaegerszeggel, hogy kerülni oda, mert higgyétek el, jó csapat lesz. És akkor mentem tárgyalni a Nagyferihez, és a lépcsőházban összefutottunk Urbán Flórival, aki pont tőle jött. És akkor ez egy olyan jó megerősítés volt, hogy jó, rendben van. Florikám, mondom, aláírtál? Azt mondja, igen. Mondom, akkor jó, rendben lesz itt minden, megvalósulatnak a tervek, jó csapat lesz. Melyik volt a nagyobb eredmény, a bajnoki cím vagy a Manchester United legyőzése? Hát a kettőt nem lehet összehasonlítani, egy bajnoki címet megszerezni azért az egy éves munka, hétről hétre készülni kell, eredményt kell hozni. A Manchester az pedig egy ilyen kvázi egyszeri alkalom, hiszen azért a visszavágó az már nem sikerült túl fényesre, de a maga nemében természetesen a Manchester megverése, legyőzése is egy nagyon nagy dolog volt, hiszen a játékos keretben, a büdzsében, a klubok értékében óriási volt a differencia, de azt azon az egy mérkőzésen hál' Istennek sikerült eltüntetni. Hál' Istennek ezt úgy senki nem látta, és a kamerák figyelmét is elkerülte, de amikor megszereztük a gólt, én ilyen magas térdemeléssel körbefutottam a kispadot, de mivel annyira mindenki a gólörömével, a saját gólörömével volt elfoglalva, úgyhogy hál' Istennek ezt nem láttam még egyetlen egy videófelvételen, és soha sehol, mert még én magam is meglepődtem ezen, mert általában viszonylag higgadtan szoktam tudomásul venni az eredmények alakulását. Ez úgy bennem megmaradt, mert én erre emlékszem, bízom benne, hogy más azért annyira nem raktározta el.